I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Sziasztok, én Zoli vagyok. Hello, én Csabi. És most pedig goázni fogunk, ami annyit tesz, hogy Gates of Thunderon. Igen, ez egy MMORPG nevű játék, MMORPG stílusú játék. Ugye felülni kell benne szinteket, húzni meg ilyeneket, küldiket csinálni, szóval. Igen, és szeretnék nektek most bemutatni ezt a játékot, mert megtetszett nekünk. Igen. Azt hiszem 90 a max szint. Vannak benne ilyen buffok, úgymond, hogy képességet így fejleszti a sajátodat, meg az ellenséget csökkenti, meg vannak skillek is. Persze, minden van RPG-ben. Igen, na. Aztán... van... azt hiszem 6 féle kaszt, van a IASZ, a mágus, a megidéző, a pap, a harcos, meg több az nincs. Éjjeljáró. Éjjeljáró tényleg. És vannak különböző karakterek is, például macskapérek, tündérek, és azt hiszem emberek vagy, hogy van. Igen, igen, és mi emberek vagyunk. Igen? Ja, emberek vagyunk. Itt egy tündér. Ja, ilyen kicsi, és így lehet benne például így ülni, mint láttátok, meg itt is lehet így ilyen, mint mert innen például az érzelem az, hogy itt vannak, hogy mit lehet csinálni. Például mutatom nektek, vannak táncok, mint lehet látni. ez a legjobb tánc, ez... Everyday I'm Shuffling. Igen, és mutatom az Everyday I'm Shuffling táncot. És a többi, ez ilyen nem olyan jó, de elmutatom. Ez ilyen néptáncféle. Meg... Na, még ez. Ez ilyen sima alaptánc. Lehet így például térdelni. Hol van? Aztán itt lehet különböző érzelmeket kifejezni. Meghajolni, meg köszönni, meg tapsolni, ilyesmi. Aztán nem tudom, hogy néz ki az, amikor képességet használok. Például vannak olyan képességek, amik hármat lehet rá itt tenni, és megvan hozzá magas szintkövetelménye, és a pénzbe is kerül. Hát szerintem itt pénzt elég nehéz szerezni. A szörnyektől lehet felvenni. Igen. Ez a játék úgymond egy WoW kopintás. Másodat, igen. És akkor mutatom a skillt, ez így néz ki, hogy... Amúgy a karaktereink, én mágus vagyok, mert pedig IASZ most éppen. Igen, amúgy van még pap Karim is. Nekem meg... Ja, nekem is pap. De nekem 16-os. Jó. Aztán fel lehet a... fel lehet a bárkit buffolni, aki nem az ellenség. Lehet párbajozni. Például mutassuk meg, Csabi. Oké. Okay. Kihívlak. Úgy is megversz. Én kihívtalak. Na, itt is ennek egy ilyen buffok, és oda minden ilyesmi. Területszerzés is van elég, csak mágusnak van a legtöbb. Például Csabi nem sebez, mert jó a cuccom. Itt van az élet, meg a mana. A általában, most hát nem, a mágus az távolsági harcos, az IASZ az távolsági és közelharcos is. Figyeljétek, itt van egy közelharci képességem. Hoppá, aztán itt van egy távolharci. Például ez a, vannak olyan képességek, amik megvakítanak, például ez. Csabi, ilyenkor nem lát semmit. Mindjárt meghallok, jó? Telefont tedd onnan, he.
Bocsánat. Még benne van a zsebemben, bazd meg. Mindig. Na, és mutatom a... Még van egy... Mutatok egy ilyen skillt is. Így néz. Hoppá. Még is haltam jól. Akkor mutassuk meg, vannak, van például ló is. Ja, igen, ló. Igen, ez ilyen csillámpóni feeling. Aztán... Én pici póni. Szeresd a testem, baby. Na. Vannak az NPC-k. Vannak NPC-k, de nem mindig lényeges. Ilyen, ezek hülyeségek. Itt azt hiszem lejjebb vannak. Mi egész szemeltünk egy helyre. Itt vannak. Van mindenféle kereskedő, akiknél lehet lenni különböző cuccokat, mint láthassátok, de ezek nem a legjobbak, szóval Raki. Csabi meghívott csoportba. Lehet felvenni barátnak, zsoldosnak és mentornak is egymást. Itt a Kovácstól lehet kérni különböző dolgokat, hogy mit javítson meg. Lehet nemesíteni dolgokat, és ezáltal nagyobb lesz sokkal a sebzésük. És fel lehet húzni tárgyakat. Azt hiszem a max szint plusz 30. Wow. De az már nagyon erős, szóval meg drága is. A szörnyekből esnek például istenői könyv, meg ilyenek. És akkor azt el kell vinni a misztikushoz. Itt van, és odaadni neki, és ha pénzért cserébe ad érte valami cuccot. Ezek a kis táblák, ezek a boltok. Megmutatok egyet. Ennyi. Így néz ki. Van szerencsejáték, és ha sokszor megnyeritek egymás után, akkor kaptok értékes cuccokat. Megmutatom most például. Veszek egy kicsi kristályt. És akkor meg kell keresni a kicsi kristályt. Megvan. És akkor itt kitippelni, mi fog esni. Mint például így. Vesztettem. Na mindegy. Na mindegy. Akkor mit mutassunk még be? Van kölcsönzők. Vannak kölcsönzők, amiben lehet venni ruhákat, fegyvereket, meg mindent, amit kell. Viszont itt elég drágák. Mint láthatjátok, megmutatom. Én is mindent kölcsönzőből vettem, mert ezek nagyon jó cuccok, és egyes szinten fel lehet őket venni. És van aukciós ház is. I wish your happiness. Itt van, itt fel lehet tenni akármit, pénzért cserébe, és már is lehet venni, aukciós ház. Aztán van egy ilyen port, hogy aréna, oda mennek pp-zni. Igen. Van egy ilyen portál, hogy küldetési portál, és itt 15%-kal jobban jön a tapasztalati pont. Csak ott bárki már amikor megölhet, és hogyha megölnek, káros hatások lesznek, és mínusz 20% az a szenedmeléjére. És az azt jelenti, hogy 20%-kal kevesebb az életre és a manapontod. És ez így 100%-ig lehet, de akkor már szinte nagyon kevés. Így küldetésekkel lehet legjobban fejlődni. Szerintem. Mit nem mondtunk meg? Itt vannak ilyen felkiáltó elek, az azt jelenti, hogy ezek adják a feladatokat. És megmutatom, hogy néz ki. Így néz ki, és itt van mennyit tapasztalati pontot kapsz érte, meg ilyenek. Aztán mindegyiknek külön skilljei vannak. Nekem például mágusnak van a legtöbb területi sebzése, az viász az ilyen, mert közel és távolharcos is, meg a ZL-járó sokat bénít, sok bénítoló képessége van. Például elve tudok, hogy az, hogyha jobb mondjuk a távolsági fegyverem, csinálok egy ilyet, hogy és ellököm magamtól az ellenséget, meg tudok egy ilyet csinálni. Gyere Csabi, hadd mutassam meg. Van egy olyan különleges skillem, hogy
lelkem és a testem szétválik, láthatatlanná válok a környezetem számára. Például Csabi azt látja, itt vagyok, menyom a skillem. Én közben elmegyek, és Csabi mindig azt látja, hogy ott vagyok, hogyha nem skillezett volna. Gratulálok. Na, jó van. Egy, kettő, szia. Na. Oké, akkor... Epic win. Kattam, nem lesz még. Van különböző mapok, viszont... így... Ez itt a város. Ez itt a teleport, úgymond, és ez mindenhol elvisz. Viszont pénzbe kerül, ami már ilyen nagyobb helyre visz. Hogy így mond, nagyobb szörnyek vannak, meg ilyenek. Még van egy olyan skillem, hogy például ha elteleportálok valahol, és már nincs elég pénzem, hogy visszajöjjek, akkor van egy olyan képességem, hogy vissza a faluba, és akkor visszateleportál. Ennek viszont egy óra az újratöltési idő. Mint minden más MMORPG-ben itt is van feltöltővital, és van átáltozás italom, meg áruhám, ez most feladatokból maradt vissza. Megmutatom nekik az átváltoztási italt. Érdekes a hangja. Most ilyennél változtam át. Ezt általában random szokott dobni. Ez micsoda is? Ez sötét végzet. Sötét végzet nem hívják akkor igen. Fú, nem tudom kikapcsolni, na mindegy. Szerintem egy... Ennyi elég lenne a videóban, mutatok szerintem rendesen a játékhoz. Oké, amúgy még tudok repülni is, hogyha átváltozok. És egyébként még elmondom akkor a papomnak, hogy milyen jó, annyi a papban jó, hogy tud healálni. És át tud változni holahová, ezáltal fel tud jutni még PP-ben is olyan helyekre, hogy ne tudják őt általánni, mivel távolharcos. Igen. Igen. Na. Akkor ez egy nagyon jó játék, próbáltad ki szerintem. A webolt, vagy a lezető linkjét megvetjük a leírásban, hogy gondoljátok, akkor játszottuk el nyugodtan. Akkor ennyi lenne a videó, szerintem igaz, Zoli? Igen, hó, biztos változtam. Nyomunk egy ilyen táncos, vagy egy ülős boss? Nyomjunk egy táncot. Tudod, a kedvencet. Na, sziasztok! Na, sziasztok!